hogy gyerek a frés alatt. Ez a 13-as terem, ez az énekterem, úgymond a fertőző osztály, ki is van írva az ajtóra. Benyúlok a zsebembe. Előkapom a durmol villámat. Elszámolok. Meddig? Egyig. B-dur. G-mol. Szabó Dénes, Szabó Dénes. Nem tudom hasonlítani. Egy önálló lélek, egy önálló ember, aki az életét erre tette fel annak ellenére, hogy ő már többször kijelentette, hogy minden szeretett volna lenni, csak énektanár nem. Drága, menjünk a plázába vásárolni. Láfá, drága. Lá, fá, világos. Nem verik egymást a gyerekek szünetbe, hanem énekelnek. Én egy varázslónak nevezném. Szerintem ő nem lehetne szeretni. Ritka az a Kossuth Díjas, aki így fordul a munka felé, és vállalja még mindig az oktatást egy általános iskolában, nem Budapesten. Szerintem számára ez küldetés. Jóra fordulsz, balra fordulsz. Meg volt a tesi óra, oké. Mi a titok? Előre gondolkodni. Egyet, kettő, és... Nincs is olyan ember, aki pontosan elmerné mondani az igazat, hogy ki ő és milyen. Van egy általános kép magamról, ami nem túl hízelgő természetesen. Ha az elejét kezdem, akkor mondhatnám azt is, hogy egy frusztrált gyermekkorom volt, hisz a család negyedik gyermekeként születtem meg, és az egy olyan állapot, ahol a szülők már nem tartják izgalmasnak, hogy van egy gyerekük, és tréfásan szoktam mondani, kihúzom magam, és azt mondom, én voltam azért valaki a családban. Mert ha elhangzott az a mondat, hogy valaki menjen el a boltba, akkor én abban a pillanatban álltam föl és indultam a boltba, mert én voltam a valaki a családban. Én nem értem meg úgy, hogy ez nekem idegbajt okozzon. Nagyon becsültem, tiszteltem és szerettem a testvéreimet, nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon jó volt velük együtt. Előre gondolkod, aki eltéveszti, leül egyet, kettő, és... D-A-G-F-G-F-S-D-A